Kaczki Áron vagyok, az LMP 11. kerületi önkormányzati képviselője. És itt állunk most a Ballagi Mór utcában, mert hogy ebben az utcában nagyon sok szociális bérlakást üzemeltet még az önkormányzat, és ezekben a lakásokban az emberek idáig ki voltak téve a szén-monoxid mérgezés veszélyének. Talán hallottatok róla, ez egy elég alattomos és elég komoly problémát okozó gáz, ami a fűtési szezonban a rosszul szellőző kéményeken visszaáramlik, akkor akár halálos balesetek is történhetnek, és évről évre történnek is ilyenek. Szénmonoxid mérgezéses halálesetek sora borzolja a kedélyeket a fővárosban. Legutóbb egy 10 éves kislány esett áldozatul az alattomos gázszivárgásnak. A szintelen szagtalan gáz már alacsony koncentrációban is képes megölni egy embert, ezért a kerületi tűzoltó főhadnagy további óvatosságra int mindenkit. Ez egy elég rendszeresen visszatérő probléma, és a kerületben a saját ingatlanjaink révén is érintettek vagyunk, tehát ez valamilyen szinten saját felelősségünk is. Illetve aminek jelentősége van az, hogy nagyon sokan nem is tudnak a problémáról még a mai napig, bár ugye minden évben elég sok halálos áldozatot követel ez a kérdés, és olyan szinten személyesen is érintett vagyok, hogy én is annak idején egyetemistaként vesztettem így el csoporttársamat. Emiatt készítettem egy előterjesztést, ellenzéki képviselőként ez nem egy gyakori dolog, amit pont tegnap fogadott el a képviselő testület, egyhangulag, tehát hogyha egy polgármesterváltás lesz ősszel, akkor is ez várhatóan tovább fog menni ez a program, mert hogy összesen 680 érintett ingatlanról beszélünk. Ez egy állandó probléma, és abba kérném a testületet, egy 3 döntési pontot határoztam meg. Az első, tehát ezek egymásra épülnek, az első pont az gyakorlatilag csak a saját tulajdonunkban levő szociális, illetve egyéb költségalapú bérlakásoknak a felszerelését egy ilyen szénmonoxid mérővel finanszíroznám. A kettes az kicsit kibővíteni a szociálisan rászorulók, tehát akik szociális támogatásban részesültek 2018-ban, ők is kapnának ebben az esetben ilyen mérőt, és a hármas pont pedig egy pályázati rendszerben az idősek, újbudai időseknek is lehetővé tenni azt, hogy hozzáférjenek ehhez egy egyszerűsített pályázati rendszerbe. Én ettől fáztam a legjobban, de meggyőztek a hivatal képviselői, hogy ezt lehet olyan egyszerűen kiírni, hogy ez ne legyen visszatartó erő. Ezzel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok. Igazság szerint én arra kérek mindenkit, hogy támogassa mind a 3 határozati javaslatot. Hallottam róla, hogy merültek már föl egyéb javaslatok itt a Fidesz-KDNP frakcióban. Én nyitott vagyok rá, gyakorlatilag bármilyen kompromisszumra nyitott vagyok, hogyha ezt a javaslatot el tudjuk fogadni, kivéve az elvtelen kompromisszumokat, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak közös érdeke, és amennyire a polgármester úr szavaiból kivettem a előzetes beszélgetéseink során, ő is tudja ezt a dolgot támogatni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most mi a jelenlegi álláspont ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Idén 380 lakást szerelünk fel ilyen szénmonoxid érzékelőkkel, amik riasztanak, hogyha a szénmonoxid koncentráció megnő a lakásban. Egyébként, hogyha ilyeneket láttuk az utcán, ezeket az előző vagy parapetjei ugye a konvektoros fűtéseknek, akkor ők is tipikusan nyílt égésterű fűtőtesttel felszerelt lakások, de még inkább a kéményen rendelkező nyílt égésterű otthonoknál lehet ez probléma. Amit még talán fontos elmondani, hogy nem, tehát tényleg nem jellemző az, hogy egyáltalán ellenzéki előterjesztések készülnek egy képviselőtestület elé. Ez nekem egyébként a második előterjesztésem, amit elfogadtak a képviselőségem alatt, és legyetek velünk, és mi sok helyet csinálunk.